karácsonyi dalokkal varázsolt ünnepi hangulatot a Halis István városi könyvtárba Barát Ivett és Barát Zoltán, ahol tegnap mutatták be a Kanizsai antológia frissen megjelent 20. kötetét. Azt kell mondjam, hogy nagyon sok szép novellát, verset lehet olvasni, mindenki a kedvévaló való stílust megtalálja benne, és a tanulmányok is rendkívül jók. Főleg a kanizsaiakat ajánlom figyelembe, Kocsis Kati megint hozott egy nagyon érdekes kis zenei tanulmányt. A Kanizsai antológia 2005 óta biztosít megjelenési felületet a városhoz kötődő íróknak. Az új szerzők mellett a többség rendszeres visszatérőként törvendezteti meg írásaival az olvasókat. Rulek Zoltán történeteit például 6. éve közlik a kötetben. 11-ben mentem nyugdíjba, katona voltam. Hát akkor úgy gondoltam, hogy volt egy-két jó kis sztori az ismerősi körökben, meg saját élmények is, aztán gondoltam, megörökítem őket egy ilyen, hát ilyen polgárpukkasztó novellák formájában, legalábbis egyesek szerint polgárpukkasztó, szerintem csak egyszerűen naturalisztikum, amit én képviselek. A jubilómi számban ezúttal 52 szerző kapott helyet, valamint rendhagyó módon a város önkormányzat által meghirdetett idősek napi vers és prózaíró pályázat legeredményesebb munkáit is beválogatták a kötetbe.